Na hát üdvözlök mindenkit ebbe a kis vlogba, ahol hát bejelentéseket szeretnék tenni. Can't nobody tell me nothing, let me ride my horse by downtown, right, yeah. Nem ez volt a bejelentés, csak hirtelen rányért a karaoke láz, és ha már karaoke láz, akkor az egyik bejelentés az lenne, hogy hát bizonyára tudjátok, hogy én rappelek. Nos igen, aki aktívan követte a csatornát, az tudja, hogy jelenleg 11 dal található rajta, és a dalok előtt mindig volt egy bizonyos név, ami régen a rappelő sárkány, ma pedig a Mein Kampf névre hallgat. Na régen sokan azt gondolták, hogy a rappelő sárkány az valamiféle művész név, mint például az Eminem, vagy a 50 Cent, vagy stb. De nem, ez album név, de itt a 10. dalnál szerintem rá is jöttetek, hogy hát igen, albumzáró nóta volt. Amíg az idei év albuma a Mein Kampf névre hallgat. Na, hát igen, ezek album nevek voltak mindig a dal előtt, és ez az újdonság, hogy az album neveket elvetem, mert hát nézzétek meg, mikor adtam ki, itt van 2019. február 27, és azt vettem észre, hogy nem tudnám azt az átlagot tartani egy éven belül, hogy megírjak 10 dalt, vagy 11 dalt, értitek, mint a tavalyi évben, amikor még nem volt annyira fejlett a csatorna, ugye? És hát igen, ez lenne az egyik újdonság. Igen, ez lenne az egyik. A másik újdonság pedig az, hogy néhány csibész barátommal belekezdtünk egy új show műsorba, aminek a premierét majd októberben láthatjátok. Na hát ennek a show műsornak még nincsen neve, tehát még tervezés alatt áll olyan szinten, hogy hát neve sincs, de hogyha ki fog jönni, akkor alá fogok írni egy rögzített bejegyzést, hogy na srácok, ez itt az új show műsor, és akkor írjátok meg a kommentjeiteket, hogy tetszik, nem tetszik, mert hogyha nem írtok semmit, abból nem fogjuk tudni, hogy van-e rá igény, vagy nincs rá igény, értitek? Tehát, ja, lesz ott egy rögzített bejegyzés, és akkor legalább próbáljátok meg szarrá kommentelni, hogy igen, ez jó show műsor, folytassátok, stb. Hát, hogyha nem írtok alá semmit, az abban nem fogjuk tudni, és akkor csak ész nélkül gyártjuk, és akkor, hát ja, ez lényegében mindenkinek rossz, ugye? Mit kell tudni erről a show műsorról? Hát annyit, hogy lényegében olyan lesz, mint a Volume, tehát, hogy ott is csak minket kell hallgatni ebbe a show műsorba, de teljesen más környezet, teljesen minden más lesz. Ja, és még az is különbség, hogy hát igen, a Volume show-nak, hát én vagyok a házigazdája, ugye, és hát úgy vezényeljük, amíg ennek az új show műsornak több házigazdája is lesz, mert ugye mondtam, hogy néhány barátommal csinálom. De annyi a lényeg, hogy tehát még egyszer, ha októberben kijön, akkor lesz alatt egy rögzített bejegyzés, hogy ez az új show műsor, és akkor nektek hát meg kéne írnotok, hogy jó vagy nem jó. Például a Volume-t is annyira jól fogadtátok minden, annyi pozitív visszajelzést kaptam, hát lényegében a Volume show is szinte csak a ti érdemetek, mert ha nem írtatok volna alá semmit, hogy azt mondtátok volna, hogy fúj, nem jó, akkor leállítottuk volna, sőt még a videókat is kitöröltük volna, például. De hogy tetszik nektek, az jó, mert ugye befutott is jelenleg 6 epizódot élt meg. Na de az új show műsorról remélem, hogy elnyeri majd a tetszéseteket, több házigazda, teljesen más környezet, annyi hasonlóság van a Volume Show és az új show műsor között, hogy ott is csak minket kell hallgatni, de mondom, teljesen más lesz a taste, meg minden más lesz, tehát ja, nagyon várjuk a visszajelzéseiteket, hogy ez hát hogyan fog nektek bejönni, úgyhogy hirtelen most nem tudok így erre mit mondani, mert még én sem láttuk előre, ugye. Köszönöm, hogy megnéztétek. Hát ez a két újdonság, hogy a rappelésnél többé nem albumnév lesz, hanem ott lesz az én nevem, hogy Sárkány. És ugye jönni fog ez az új show műsor, amiről beszéltem az előbb. Annyi a lényeg, hogyha kijön, akkor kommenteljetek alá, és akkor a kommentjeitek alapján fogjuk eldönteni, hogy folytassuk, vagy pedig ne folytassuk. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek. Adjő! Ó, hatalmas és vicces faszát előhúzó játék! Vajon ez a vlog videó tetszeni fog a srácoknak?